Sziasztok! A mai videóban egy nagyon gyors, egyszerű és vendégkedvenc mintát hoztam nektek. Első körben a tippemet lekenem egy réteg fehérrel. A tippen csak egy réteggel fogom, egyébként körben kettő réteggel szoktam. Itt én most kristálni az fehéret fogok használni, most pillanatnyilag ez van nálam. Egyébként nagyon szeretem az NTN-nek is a fehérjét, a kristálos fehér is egyébként szerintem egész jó. Viszont ez elég sűrű, így én egy kicsit szoktam vele várni, hogy egyenletes legyen a felülete, és beteszem köttetni, addig pedig elmondom, hogy mire lesz még szükségünk. Használni fogok fekete royal gelt. Ezen kívül használni fogok bármilyen csillámos, én itt most a 3S145-öst fogom, ez ilyen kékes, ezüstös, fehéres. Egy fedő. És ezen kívül még szükségünk lesz egy vékony ecsetre, én itt most egy no-name ecsetet használok, valamint én használni fogok egy nagyobb pontozó tűt, de ez igazából csak opcionális. És amikor már megkötötte az anyagunk, akkor a royal gellel fogunk kezdeni. Ki is veszem. És annyi lesz az egész, hogy nagyjából középre fogok tenni egy nagyobb pöttyöt. Így. Utána pedig a vékony ecsetemet fogom használni, és ebből a nagyobb pöttyből vékony kis vonalakat fogok kihúzogatni. Első körben csak felveszek rá egy kisebb anyagot, és beiktatom az ecsetnek a szőreihez, hogy könnyebben lehessen kezelni, és már látjátok is, hogy sokkal jobb a hajlása ilyenkor az ecsetnek. Ez egy új ecset volt egyébként, így még csak kizettem belőle a ragasztót igazából. És ilyen nagyon egyszerű kis mozdulatokkal elkezdek mindenféle irányba kihúzni belőle csíkokat. És egy szárat is ki fogok húzni, az pedig innét. Egy nagyon vékony szárat. Innét már sokan gondolhatják, hogy mi is lesz ez. Egy pitypang bóbita. És itt ne féljetek igazából kihúzogatni, mert a pitypang sem egyenletes. És ilyenkor, ha még középen hiányos, akkor egy kicsit pótlom. És igazából nagyjából így kell kinéznie. És ezt ezek után beteszem köttetni. Ezek után pedig én ecsetet fogok cserélni. Én elnézést a hangomért, de pollen időszak van már, és sajnos én nekem is vannak ilyen nyugjaim. És én olyan ecsetre fogom cserélni, amit igazából csillámozáshoz használok, és nem sajnálom. És igazából szimplán csak az ecsetet ki fogom venni, és ide le fogom magamnak tenni. Majd pedig ki is veszem a kis mintámat, ez így néz ki pillanatnyilag. És próbálom úgy, hogy fókuszban maradjak felrakni a csillámokat. Aminek az lesz a lényege, hogy ne ide belülre, de én most ugye berakom, és megmutatom nektek, hogy mi a különbség. Hogy ne ide belülre rakjuk a csillámokat,
hanem húzzuk ki igazából a szálaknak a végére. És a kisebbeket hagyjuk belül. És én ilyenkor ide még a belső részére a kicsiket beszoktam húzogatni. És a nagyobbakat pedig tényleg a szárak végére rakom. És itt próbáljuk meg úgy tenni, hogy ne legyen annyira egyenletes, ne egy síkba legyenek, mert most láttátok, hogy nálam is eléggé egy síkba kerültek, ilyenkor csak egy kicsit így megigazgatom. Itt még egy picikét beljebb húzom, hogy ne legyen akkora hatalmas a feketesség, és igazából így néz ki. Be is teszem gyorsan köttetni, amit még egy picit kihúzom. És be is teszem köttetni. És ezek után igazából már csak fednünk kell a mintánkat. Én erre kifejezetten külön használok csillámos fedőt, én a szalomba is külön használok világoshoz, színeshez, sötéthez és csillámoshoz. Így itt is külön fogok használni. Írjátok meg kommentben, hogy milyen díszítő vagy esetleg technikai videót néznétek meg tőlem. Díszítőből is nyugodtan írjatok, akár ha már van is, de hasonlót, vagy nem láttátok esetleg a videók között, nyugodtan írjátok meg, és igyekszem teljesíteni. Elég kevés ötletem van mostanában, úgyhogy nagyon örülnék neki. És igazából így néz ki. És én ezeket vastagabban szoktam fedni, hogy ezeket a nagyobb csillámokat véletlenül sem hagyja el a vendég, és hogy a felszíne is ne legyen annyira egyenletlen. Beteszem köttetni. És igazából miután megkötött, készen is vagyunk. Látjátok, hogy nagyon-nagyon gyorsan megvan. Egyébként, hogyha két kézen dolgoztok, tényleg pikpak megvan ez a minta, és nem beszéltek persze közben, és mutogattok. Úgyhogy hát ez ilyen kettő kézre egy ilyen 3-4 perc alatt megvan. Tényleg express szalon minta. Én tényleg az ilyen gyorsabb mintákat szeretem csak szalomban, nem szeretek nagyon sok időt eltölteni, mert óránként írom be a ilyen lakos vendégeket, és másfél óránként a zseléstöltéseket. Így ezért tényleg időszűkében csak egyszerűbb minták férnek bele. És készen is vagyunk. Így néz ki a kis mintánk. Látjátok, hogy mennyire nagyon mutatós, és egyszerű volt, gyors. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és örülök neki, ha ti is kipróbáljátok. Sziasztok!